Gyárfás Zsuzsa vagyok, ikreim vannak, egy kisfiú és egy kislány, Áron és Hanna. Egyedül nevelem őket a nagymamával. Hannát 2014. augusztusában diagnosztizálták kis agydaganattal, Áront pedig 6 éves korában először, és most augusztusban derült ki, hogy kialakult neki is sajnos újra a kis agydaganat, úgyhogy jelenleg is kezelést kap a Tűzoltó utcában. Ő Hanna, ő a kisebb, és Áron, ő a nagyobb, ők 8 és fél évesek. Most másodikosok, külön iskolába járnak, Áron két tannyelvűbe, kicsit nehezebb, és Hanna egyi iskolába jár, ahol fejlesztéseket kap. Úgyhogy ez nagyon nagy segítség a rászoruló családoknak, mert adott esetben nem kell külön fizetős terápiára járjanak a gyerekkel. Hannának kiderült, hogy másfél évesen egy 4x4 centis daganat volt hátul a kis agyban, már majdnem beékelődve az agytörzsbe, úgyhogy rögtön aznap meg is operálták, egy 5,5 órás műtét volt. Kapott utána 3 kemoterápiás blokkot, kezelést, és ugye a kura miatt ő még sugárkezelést nem kaphatott, úgyhogy őssejtransplantáció volt neki a László kórházban. Utána így elindultunk a fejlesztés útján, mert ez így kihatott addigra már, mire megoperálták a mozgására, az értelmére. A bemetszés, a heg miatt 3 éve kialakult neki egy epilepszia. 3 év alatt körülbelül 2 olyan hónapunk volt, hogy nem volt görcs, nem volt roham. Úgyhogy most arra törekszünk, hogy visszakapjuk azt az időszakot. Áronnak 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy baj van, úgyhogy vele is amerikai útra küldtek minket rögtön, őt azt hiszem másnap meg is operálták. Neki is szerencsére kivették egy bal daganatot, jól sikerült a műtét, és utána 9 blokk kemoterápiás kezelést kapott, ami hát elég hosszadalmas volt. És hát nagyon bíztam benne, hogy ennyi, és túl vagyunk rajta, és Hannával is, Áronnal is, és mind a 2 rendben van, és meggyógyultunk, amíg most augusztusban megint egy rutin MR vizsgálat kapcsán kiderült, hogy sajnos kiújult neki a daganat. Ugye ott van mindig egy szülőben a félelem, az aggódás, hogy mi lesz velük, és hogy lesz-e még olyan, amilyen volt, mielőtt elkezdtük. Amikor már ilyen sorozatban éveken keresztül kapja az ember a rossz híreket, akkor valahogy úgy belül úgy kiürül, tehát, hogy még mit jöhet.